Közös képet is készítettek a városatyák és Kálló Gergely országgyűlési képviselő a szív alakban kivilágított városháza előtt. Immár másodszor láthattak hasonló kezdeményezést a városlakók. Egyszer a vírushelyzet közepén egyfajta bátorításként az összefogást jelképezve gyúltak ki a fények, míg legutóbb az átélt közös nehézségek és a helytállás elismeréseként. Én nagyon büszke vagyok mindannyiukra, akik olyan példásan végig dolgozták a vírushelyzetet, akik példásan helytálltak a legnehezebb időszakban is, és meg tudták mutatni mindannyiunk számára azt, hogyha van egy közös cél az, hogy átvészeljünk egy tényleg nagyon veszélyes vírushelyzetet, akkor mindannyian büszkék is lehetünk arra a példás összefogásra, amelyen azt látom, hogy tényleg jelesre vizsgázott az elmúlt hónapokban. Pintér Tamás hozzátette, mindenki elismerést érdemel, aki kivette a részét ennek az időszaknak az átvészeléséből. Itt az önkormányzati dolgozóktól kezdve az egészségügyi ápolókon át, de akár mondhatjuk a boltokban dolgozó kiszolgálókat, akár melyik munkást, akinek ténylegesen ugyanúgy be kellett járni a munkahelyére. Mindannyian meg tudták azt számunkra mutatni, hogy egy olyan erővel tudnak Dunajvárosért dolgozni, az itt élőkért dolgozni, amire büszkék lehetünk mindannyian. Pintér Tamás elmondta, természetesen az önkormányzati képviselők is elvégezték munkájukat a veszélyhelyzet idején, hogy esküjükhöz híven legjobb tudások szerint szolgálják a körzetükben élőket.